Szakcs megkapó környezetű településére érkeztünk. Tolna megyében vagyunk, de már a Dombóvári járásban, több mint egy órára a megyeszékhelytől. És ugyan otthon van itt az is, aki a szekszárdi járásból érkezik, annak a megszokottól kisé eltérőek a lankái és a dombjai, éppen ezért izgalmas látogatást ígér a hely. Mi most a tájházban vendégeskedünk, ahol Kálai Ferencné Ilonka néni vár bennünket. Szép munkának nézünk elébe. Egy már majdnem elfeledett, de újra felélesztett kézi munkázást, a netcelést leshetjük el Ilonka nénitől a csak Szakcsra jellemző mintákkal. Először egy ilyen hálót csinálunk neki, olyan, mint egy halászháló. Három sarkon kezdjük, itt kezdjük a saroknál, és akkor mindig itt szaporítjuk. Ahogyan kiszaporítjuk a megfelelő szemre, amennyit szemre akarjuk a mintát csinálni, akkor utána megkezdjük fogyasztani. Az szintén egy ilyen saroknál veszünk be mindig egy-egy szemet, és akkor egy ilyen kocka alakúra jön ki, egy mindenhol egyforma szem. És akkor utána rátesszük egy ilyen rámára, hát ennél nagyobbra, hogyha ez csak most egy kicsike, de ilyen nagyobb rámára, ami szögekkel van itt oldalról, és akkor a szemeket ebbe rakjuk ezeket a szemeket ezekre a szögekre, és akkor kifeszítjük. És utána jönnek a varrások, hogy minden kockát kitöltünk, amilyen mintát. Hát van ilyen minta is, meg hát többféle minta van, meg többféle varrás is van, amit már különböző varrásokkal kell ki. Például itt vannak ezek a minták, ezt ilyen töltött mintának mondjuk, ezt csak úgy húzzuk a szálat. Ez meg olyan minta, olyan, mint a stoppolásos, mintha stoppolnánk. Akkor ez egy ilyen pókhálós minta, ez meg egy ilyen nyolcasos minta, itt mutatom. Hát ugye az avatatlan szem nem is gondolná, hogy ennyi minta van egy kis terítőben. Hát ott van az a nagyobb, azon több minta van, az a nagy terítő. Ez egy nagy terítő. A Szakcsi Hagyományőrző Egyesület 10 éve alakult, akkor tájt jött a gondolat, hogy a település értékeit, és nem csak kézzel fogható, hanem tudásbeli hagyatékát összegyűjtsék, és ezzel új életre is keltsék. Ilonka néni ebben abszolút partner volt. Majd, hogy nem már egy elfeledett kézművességről beszélünk, egy elfeledett tevékenységről, ugye itt a minták is nagyon autentikusak, és erre a vidékre, Szakcsra jellemzőek. Hogy sikerült ezeket a mintákat újra megtalálni, újra megkeresni? Fejből? Hát nem fejből, hanem régen is foglalkoztunk, mint már ezzel, hogy csináltunk hobbiként, még 50 évvel ezelőtt. Akkor is maradtak fönnházaknál ilyen régiek, és akkor azt újból elővettük, és átújítottuk, vagyis megcsináltuk. Ilonka néni emlékszik, hogy lánykorában, fiatalkorában még ezeket a mintákat készített, ezekkel a mintákkal terítőket? Igen. És aztán ez elfelejtődött, ugye az élet úgy hozta, hogy már nem kellett. El is szakadt, ahogyan használtuk, kitettük a szekrényekre ide-oda, az el is szakadt, meg akkor el is felejtődött már. És most, ahogy megalakult ez a hagyományőrzés, akkor szóba jött, és akkor újból elővettük. És akkor most megint csak hobbiként csináljuk. Ugye itt, ha jól tudom, az internet is sokat segített a gyűjtőmunkában. Igen, az is sokat segített. Ott is lehet levenni ilyen szép mintákat, mert más tájegységek is csinálják, de hát az messzebb, ritkábban, mert munkás nagyon. Van-e külön-külön jelentése a figuráknak, a mintáknak? Erről lehet-e tudni valamit? Hogy ez jelez valamit, jelképez valamit a korábbi időkből? Hát mondjuk ki milyen szeret. A rózsásak is, azok is egy mást jelentenek, aki a színesebbet vagy a rózsásabbakat jobban szereti. Ott van az már egy kicsit modernabb, az a nagy terítő.
Tehát mindenféle fajta mintát lehet csinálni. Vannak különböző minták is. Minden háznál előfordultak ezek a gyönyörű alkotások, ahol mondjuk a házasszonya eléggé ügyeskező volt. Ja, hát ahol hát szerették csinálni, ott előfordult, de nagyon kevesen, mert idő nem nagyon akart lenni rá. Az, hogy sokáig tart, és sokával neki látszatja. Tehát nem pénz kérdése, az nem. Alapanyag nem volt régen sem egy... Nem, mert egy fonál, itt van egy ilyen piroska fonál, úgy csináljuk az alapot, mint mondottam, a hálót, és akkor ezzel is varjuk ki. És azért ez a háló is egy érdekes dolog, és most visszaugranék az elejére a minták után, mert hogy ez sem horgolja az ember, hanem ez a bizonyos netszelős technika, igen, erről igen. Mit kell tudni? Hát ezt úgy kell csinálni, mint a halászhálót. Ugyanúgy, mint ahogyan a halászok szövik a hálójukat. Ilonka néni, mondanám, hogy tanítson meg bennünket, de inkább arra kérem, hogy csak mutassa meg, és hát ha aztán el tudjuk tanulni. Hát én megmutatom szívesen, meg akkor meg is tanítom, hogyha van türelme hozzá. Hát ez így, meg így a kezünkkel. Ezeket az eszközöket be lehet szerezni bármilyen rövid áru boltban? Igen. Nagy eséllyel. Hát nehezebben. Mondjuk a Kati ezt tudná mondani. Mert ez már hozatott, nem hozatta? Nem mindenhol lehet. Hát ezt is úgy lett hozatva valamilyen boltból. De régen, hát most nem hoztam ki, akkor csináltak ilyen kis... hogyan mondjam, nem drótnak mondom valaminek, és akkor ennek ez ilyen szerszám, és akkor rátekerjük a cérnát, és akkor úgy. Hát például ez egy kötőtű, ezt jobban szeretem, mert ebből jobban lecsúszik, hogyha végigérek. Ez így, ahogyan így a kezemre veszem el, és akkor így az előző lukba bele. És akkor most két szakmát is megtanulhatunk egyszer, hogy kell halászhálót igen. készíteni. Igen, és akkor ez gyönyörű terítőt. Igen, ezen megyünk végig. És hát ugye az sem mindegy, hogy milyen erősséggel fogja az ember, talán hogyha lazábban fogja, akkor nagyobbak lesznek a kockák? Nem lesznek egyformák. Nagyon hamar el lehet téveszteni. De hogy lehet azt elérni, hogy más méretű? Mondjuk egyforma legyen, csak kicsit nagyobb vagy kisebb? Hát úgy lehet, hogy ez a párca, ez nagyobb vastagabb legyen. Uh-huh. És akkor, ha ez vastagabb, akkor nagyobbak a lyukak. Uh-huh. Akkor csak így lehet. Ilonka néni, hány év után emlékszik még arra, hogy hány év után vette a kezébe újra ezt az eszközt, amivel netszelni lehet? Hát... olyan 40. 40 év. El lehet felejteni? Vagy olyan, mint a biciklizés? Nem lehet elfelejteni, hanem ahogyan az embernek többet beszél róla, akkor jobban eszébe jut, hogy jaj, hát abban az időben csináltuk még így is, úgy is, akkor próbálgatjuk, hogy hogyan jön neki, azt akkor úgy vissza lehet idézni. De elfeledni már, ha valaki valamit egyszer megtanul, az szerintem nem lehet. És hogy akkor, hogyha van hozzá kedve csinálni, és szeret kézi munkázni, meg türelem. Azért ez milyen nagy dolog, hogy mégiscsak egy fiatalabb, vagy egy ifjabb nemzedéknél jelentkezett az igény, hogy hát ezt nem szabadna hagyni, veszendőbe menni, és újra fel kellene eleveníteni. Igen. Hát ezt nem is szabadna elfelejteni, mert hát ez egy szép hagyomány, meg hát szép emlék is, hogy hát na hát én is tudtam ilyen csinálni, meg egy jó időtöltés is, meg egy kézimunka, egy türelem, hát én nagyon szerettem mindig kézimunkázni, kötni, horgolni, netszelni, amíg jöttünk. És Ilonka néni, mégis hogy lehet, hogy aztán valahogy 40 évig
ez valahogy kimaradt. Hát azért maradt ki, mert jártunk dolgozni is, a család. Igen, ez a olyan költői kérdés. Az állattartás, az után már nem nagyon volt kedvünk. Uh-huh. Amikor az ember fizikai munkát végzett, este hazament, akkor inkább a másnapra kellett előkészülni. Most, hogy nyugdíjasok vagyunk, vagy nyugdíjas vagyok, most jobban van rá időm. Van kinek megtanítani? Van kinek tanítani? Van elég türelme a fiataloknak ezt újra tanulni? Hát nehezen tanulják a fiataloknak. Én szívesen megtanítanám, hogyha lenne, hogyha valaki akarná. Csak hát, mert mindjárt, hogy nem tudom csinálni, hogy ez a bonyolult, hogy hogyan kell itt. És attól is félnek, hogy na, nem lehet visszabontani. Sok gyakorlás kömire egyforma lukak vannak végig. Mert ha az alapot az ember megcsinálja, az kész van, az nem igen. Úgy van, mint a kötéskel, na de hát az alapnál, ha nem egyforma a luk, akkor már nem a minta se ugyan szépen jön ki. És az már a mintával nem lehet korrigálni, mint a készítésénél? Hát egy kicsit azért, azért pláne a töltéseknél azért egy picit lehet. Színesben? A színes az autentikus-e, hogyha mondjuk színesben készítem? Hát, színesben nem csináltam még, de a múltkor, mikor néztem az interneten, ott láttam. És van tervem, hogy legalább egy pici terítőn megpróbálom, hogy színesben hogyan néz ki. Mert én szeretem az ilyen újdonságokat, szeretek mindent kipróbálni. Régen nem volt. Régen csak fehér volt. Meg a régen nem is volt talán ilyen munkás, hanem csak egyszerűbbek voltak. Akkor ugye ott főleg a praktikájára mentek rá, hogy kellett egy szép függöny, egy szép igen, terítő. Igen. Akkor már hát régen ilyen drapériákat is csináltak, ilyen kis függönyöket is. Sőt, ami ott van a olyan csikok, az a másik, az is olyanokra mentek rá. Jó, hát azt nem mondom, hogy megtanultuk a neccelést, de akkor most nézzük a mintákat, Ilonka néni, ha megmutatná nekünk. Megszámoljuk, itt vannak a kockák, megszámoljuk, akkor én ide fölírom, hogy mennyi, és akkor akkor alapot csinálok neki. És akkor utána elkezdem egy saroknál, így a szélit, a cakkozását, és akkor utána egy mintát, akkor utána már könnyebben tudok tovább menni. Hát ugye ez is érdekes, hogy a szélén ez hogy alakul, hogy ilyen fodrosra, hullámosra lehet hát alakítani? Az úgy van, hogy mind a pelenka öltésnél, ugye, el kell varni. Ilyen cakkosnak. Uh-huh. Na majd fűzök bele a másikat, azt akkor úgy megmutatom rajta. Duplán megy a fonál? Nem. A töltés? Ilyen nagy tübe, és uh-huh. Ilyen nagy logotübe fűzünk bele. Hát nem tudom, érdemes a tévéképernyő előtt mondani, hogy esetleg lehet utánozni, ha most így van hirtelen ilyen eszköz mindenkinek a kezében, a vállalkozó kedvűeknek a kezében. Mindenki meg tudja tanulni, akinek van hozzá egy kis türelme, vagy kedve, akarat ereje. Vagy ha így a képernyőn keresztül nem is, akkor eljöhet szakcsra, és akkor Ilonka néni megmutatja. Én megmutatom bárkinek, hogyha igényt tartanak rá, meg a tévében is meg lehet, vagy nem a tévében, hanem az interneten. Szakcs településének a kultúrájában fontos szerepet játszik ez a fajta alkotás? Hát most. Tehát időről időre megjelenik, akár falunapon, igen. Bármilyen fesztiválon, kulturális eseményeken? Hát így kiviszik így megmutatni, és akkor az érdeklődők azok megnézhetik, és ha kedvet kap valaki hozzá, akkor az csinálhatja, hogyha. De úgy elviszik megmutatni, hogy minél többen kapjanak. Ezek a hagyományőrző az megmutatja, hogy van, és akkor ha valaki kedvet kap, akkor csinálhatja. Hát érdeklődő volt, már próbáltam itt egy pár asszony
mondta, hogy mutassam meg nekik. Hát mutattam is. Na, így kell a szélit csinálni. Így, ahogyan van a kocka, és akkor az ilyen öltéssel megy. És mindig egy kockával odébb megy az öltés? Igen, igen, mindig. És hogyha cakkosra akarunk, akkor mindig a kockánál fordulunk. Így. Uh-huh. És akkor kimossuk, kikeményítjük. Akkor én mikor kikeményítettem, kivasoltam, azután szoktam kivágni. Ilonka néni, most, hogy újra felelevenítették ezt a szép hagyományt, illetve tevékenységet, jönnek érdeklődők, akár interneten keresztül, mondjuk a településről, aki érdeklődik, és hogy vennének, vásárolnának? Hát, én nálam még nem volt senki. Meg még annyira nem is terjesztettük, mint ennyire, hogy ilyen nagy térségben megjelenjen, hát csak itt tudok róla. Úgy én nálam még nem jelentkezett senki se. De hát nem is nagyon tudtak így én róla, mert csak hobbiként családon belül csináltam. De egy kockát, hogyha meghagyunk, úgy, mint itt, és utána kezdjük még egy ilyen töltést, azt akkor így keményebb a széle. Hát igen, ezt akkor el lehet képzelni, hogy egy aprócska asztalterítő dísz mennyi ideig készül. Igen. Igen. És a stoppolás, hát azt is ma itt meg tudom így mutatni. Ez a minta, ez a széle, mint ezt mutatom meg most. Ilonka néni egyedül van a településen, aki neccel, ilyen nagy erőbedobással? Ketten vagyunk, még egy barátnőm, aki még így a családon belül, de az is csak így a családnak. Így eladásra még nem csináltunk. A szakcsi emberek vajon tudják-e, vagy tisztában vannak-e azzal, hogy micsoda érték van a kezükben? Hát a mai fiatalok, azok még nem nagyon tudják értékelni. Az idősebbek, azok lehet. De mivel mezőgazdasággal foglalkozott a falu, nem nagyon volt a kézimunka, nem annyira terjedt el. Ilonka néni régen még összejárt esetleg fiatal korában a barátnőivel? Igen, igen. Kézimunkáztak? Igen. Régen jobban összeütünk kézimunkázni is, meg mindenhova. Ilonka néni édesanyjától tanulta? Nagymamájától? Nem, valaki, egy idősebb nénitű tanultuk ezt is. Így egy utcában voltunk többen lányok, összebeszéltünk, és az ott néni az megmutatta nekünk, hogy hogyan kell. De hát ketten csináltuk, sőt hárman, csak az már elment Dombóvárra lakni. Ezt akkor mi azért folytattuk. Kedvet kaptunk hozzá, és akkor csináltuk. Utána meg már, amikor férjhez mentünk, ugye akkor már jött a család, akkor már csináltunk akkor is, csak kevesebbet. Meg akkor jöttek ezek a kalocsai hímzések, meg ilyen, akkor azt is. És akkor ez valahogy feledésbe merült. De könnyebb egy kalocsai hímzéses? Akár kis díszterítőt készíteni? Az könnyebb. Előbb van neki látszatja. Előbb van sikerélmény is. Igen, igen. Előbb van neki látszatja, mint ennek. Ennek akkor kezdődik látszatja lenni, amikor már készen van az alap, rajt van a rámán,
és akkor már legalább egy minta kész. Akkor már hú, az ember örül, hogy milyen szép lesz, majd meg a másik is lenne. Na. De hogyha valaki sem a horgolásban, sem a kötésben nem annyira jártas, vagy még mondjuk nem volt a kezében, akkor ezt nehezebben fogja tudni. Akkor nehezzel kezdje, igen. Akkor nehezebben fogja tudni. Hát ehhez szerintem csak türelem és akarat. Akarat kell. Ez úgy ki is kapcsolja az embert? Engem ki. Én nagyon szeretek kézimunkázni, bármilyen kézimunka, de ez kikapcsol. Unokák vannak, akik esetleg ellesnék? Hát van két lány unokám. Hát azért is őrzöm meg ezeket a mintákat, hogyha egyszer mégis akarnának, akkor nem feledem el, vagy megkérdezik, hogy na mama, hogy csináltad, akkor tudjam én is megmutatni. Ilonka néni mivel foglalkozott? Én téjesztag voltam. Állattenyésztésben dolgoztam 19 évig. Akkor utána az megszűntek a baromfiak. Akkor utána dolgoztam az erdőn, dolgoztam a magtárban. Szóval mindig fizikai munkás voltam. Hát azt hiszem, a befejezést nem fogjuk tudni megvárni sajnos. De mondjuk szerencse, mert ugye hozott nekünk Ilonka néni mintákat, hogy na, el tudjuk képzelni. Ez a stoppolásos. Ez a minta. Itt ez. Ez a mint, ez a, amit csináltam, az ez. Akkor ez, még itt, ez a nyolcasosat, azt is meg tudom mutatni, azt meg így csináltam. Így, ahogyan megyünk, ez meg átlósan megy. Ezek közül, a minták közül ki volt, aki ezt kitalálta, ki gondolta, nem tudom, az internet erre ad-e támpontot? Vagy ez is, mint mondjuk egy népmese szájról szájra terjedt, kézről kézre? Hát lehet, hogy az interneten valami régi mintakönyvet, vagy valamit lehet keresni, csak hát én még nem kerestem, mert nem is nagyon tudok internezni se, hanem segítséggel az unokámat kértem meg, hogy vegyél-e nekem már mintát. A minta sokat számít, hogy hogyan jön össze, mert hogyha egy ilyen mintát akarok csinálni, ha most én ennyit megcsináltam, egy ekkora kis terítőbű, aztán van ekkora anyagom, akkor már muszáj megcsinálnom hozzá a többit is, mert akkor már nem mutat olyan szépen. De hogyha mondjuk, ha ezt megcsinálom a késő részét, ide meg másikat, nem ezeket a leveleket akarom, esetleg úgy. De itt a kockának a száma az sokat jelent. Hogy ahhoz kell igazodni, amennyi a kocka száma. Csak úgy tudjuk változtatni. Ilonka néni, van-e valamilyen terve a terítőkkel, a kész produktumokkal? Magának, a családnak, ajándék? Hát az unokámnak legalább egy szobába, azt mondta nagyobbik unokám, hogy mama, legalább egy szobába csinálj nekem, hogy mindenhol az legyen. Akkor annak szeretnék, de a kisebbik unokámnak is, mindegyiknek szeretnék azért csinálni, vagy csinálok többet is, azt akkor majd elosztoznak rajta, vagy pedig kinek milyen kell.